Mert így egy éhes szájjal kevesebbet kellett etetni náluk.
Szegény anyám. Legközelebb Nagykárolyban találkoztam Petőfivel. Azt mondtam, várjunk egy fél évet, és ha még tavasszal is így érzünk, akkor a felesége leszek. Megígértem, hogy beszélek apámmal. De múltak a napok, és nem akadt bátorságon bekopogtatni hozzá. Hét múlva levelet kaptam Sándortól. Holtóról írt, ahol Telefi gróf vendégszeretetén élvezte. A levélben említette, hogy édesapának is írt, s tisztelettel megkérte a kezemet. Másnap reggel után apám behívatott a szobájába. Felháborodottan közölte, hogy nem szándékozik egy nincstelen versparagóhoz adni. S 18 évesen egyébként is fiatal vagyok még a házassághoz. Végül egy év várakozási időt kötött ki, azzal a feltétellel, hogy az alatt az idő alatt is úgy kell élnem, mint eddig. Társaságokba, bálokba járni, fogadni a látogatókat. November közepén vendégünk érkezett. Törökfalvi pap Zsiga. Szerencsére apámnak sejtelme sem volt arról, hogy Zsiga Petőfi unszolására jött Erdődre, hogy lefessen. Ketten sütötték ki, hogy lefesti Marit, majd engem. Hogy aztán barátnőmmel kicseréljük egymás miniatúráit, és Marit titokban Petőfinek adja a rózsán készült. Apám parancsára részt vettem az erdődi bálon, melyen rengeteget táncoltam. Leginkább valami osztrák főhadnagyja lobot tettével. 1846. december 6-án botrányos hírek érkeztek Debrecenből. Petőfi állítólag annyira beleszeretett Prier Cornélia színésznőbe, hogy rögtön nőre akarta venni. Melyben azonban hitbeli különbség akadályozta, mire ő mindjárt a nő hitére akart áttérni. De ehhez egy hit szüksége lehetett volna, mi alatt a leánynak elment a dologtól a kedve. Csak karácsony után tudtam meg, hogy Dierkes, akinek az erdődi bálon odaégettem a második négyest, és végül nem beletáncoltam, féltékenységből azt újságolta Petőfinek, hogy lobot tetti feleségükért. Én igent mondtam. Sándor tehát csak rosszúból kérte meg, oly sietve a debreceni színésznő kezét. Hogyha nem nősült meg, akkor még minden rendbe jöhet. A bokor, mert madárka szállott rá. Leszket a lelkem, mert eszembe jutottál. Eszembe jutottál, kicsin kis leányka. Te a nagyvilágnak legnagyobb gyémántja. Teli van a duma. Te még ki is szalad. Szívemben is alig fér meg az indulat. Szeretsz rózsaszálon? Én ugyan szeretlek, apád, anyád nálam jobban nem szerethet. Mikor együtt voltunk, tudom, hogy szerettél. Akkor meleg nyár volt. Most tél van. Hideg tél. Hogyha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg. De ha még szeretsz, úgy ezerszer áldjon meg.
de ha még szeretsz, úgy ezerszer áldjon meg. Ezerszer. Júlia. Kedves Mari, miért kérdezed tőlem, barátném, hogy mit tegyél? Te, aki legjobban tudod, mennyire szeretem őt. Ha csak egy rövidke óráig is bírhatnál őt, csak egy percig a kezed, melyben Isten minden gyönyörűségemet teremti. Tedd, hogy láthassam őt. Ó, Mari, ha ezt kieszközölheted. Ha egyszer láthatom, vagy ráveszem, hogy valami biztos állást szerezzen magának, és akkor minden elszegülés nélkül az övé lehetek. Vagy ha fontosabb neki korlát nélküli szabadsága, mint szerelmem, mitől félek, akkor válni fogunk örökre. Ha mint Sándoron ne leszek boldogtalan, mi csak tőle függ, lesz erőm tűnni mindent, mit ránk küld az ég. De ha elszakasztanak tőle, mi vesz fel ezt minden számomra. Mindig az idővel bíztatnak, hogy ez meghozza, mint Isten számomra rendel. De elég volt fél év és két hó. Én nem várhatom tovább összetett kezekkel az idő ajándékát. Marim, segíts rajtam, és ne hagyj elveszni, mint a többiek. Isten veled csókol ezerszer forron szerető Júliát. Erdőd 1847. május 1-je. Apám, végül beleegyezett a házasságba. Úgy fogadta el, mint egy természeti csapást, ami ellen nem lehet küzdeni. Megtiltotta, hogy Sándor az esküvő napjáig meglátogasson. Annyit azért megengedett, hogy levelezzünk egymással. május 27-én kezdődött a boldogság, mely ismét jóvá tenné egy élet keserűségét. E nap óta vagyok Petőfi jegyese, és szeretem őt jobban, mint minden a világ. Most kezedben a jövő. Ha szép lesz az, neked köszönöm. Ha fájdalmat adsz vérül, könyörögni fogok, hogy te boldog lehess. És ha a kívánságom meghallgattatik, én sem leszek boldogtalan. Megismerkedésük évfordulóján esküdtünk meg az erdődi várkápolnában. Anyámon és a kis húgomon kívül éppen a hét tanú vett részt a szertartáson. Utána felsiettem a szobámba, fehér selyem ruhámat és a mirtuszkoszú szürke úti ruhára és főkötőre cseréltem. Búcsút vettem édesanyámtól, Marika húgomtól, de apámat hiába kerestem. Nem mutatkozott. Beszálltuk a kocsiba. Egy utolsó pillantást vetettem a várra, melynek egyik ablakából apám nézett ki. De amit tekintete pillantásommal találkozott, visszahúzódott. A kocsis a lovak közé csapott, szorosan Sándorhoz bújtam. Az út kanyarulatánál még egyszer visszanéztem, és búcsút intettem gondtalan leányéveinek.
hangomat is eldobtam volna. Minden fontoskodó fejtegetésével együtt, ha ő nem kér rá, hogy őrizzem meg, és folytassa. Ki is adta a nyomtatásban, nagy felbördülésére az úgynevezett irodalmi világnak. Bár igaz, ami igaz, az én szavaim igen-igen szegényesnek tűntek a földi mennyország lefestésére. De hát van-e szebb zene a toll percelésére? S szebb pillanat, mint amikor elhangzik a várva várt mondat. Ezt hallgass meg, Juliskám! 22 vers. Kapott-e valaki nászajándékba ennél fejedelmébb gyöngyfűzért? Van-e asszony a világon, aki azzal dicsekedhet rajtam kívül, hogy nem húsba kötötte ölelésével a poéta férjet, hanem felszabadította? Sándornak semmit nem kellett megtagadnia miattam az igazi énjéből. Igen. Koltóról úgy jöttem el, hogy én voltam a régi Júlia, de mégis úgy. Asszony, aki tudtam, tudta, valami igen-igen szép örökre lezárt, visszavonhatatlanul eltűnt. Édességét és keserűségét az utolsó cseppén kiírtuk már. Mitől? Papírra is letettük. És kézenfogva nekiindultunk a világnak, de legalábbis az útnak némi kerülőkkel társ felé. Azt kellett volna látni, mikor Arany János jegyző úr véletlenül ránk nyitott, és mi fényes nappal zsókolóztunk az ő saját szobájában. Hiába lobogott a koltónak ott vágja. De elfelejtettük, hogy a szalontai jegyzőház kisebb is, meg népesebb is, mint a koltói meleki kastély. Szalontán egyébként is szép leckét kaptam az asszony sorsáról. A büszke hajdúivadék csak ment erről az utcán 300 év öntudatával, és mindig mindenütt két lépéssel lövött a felesége. Mi viszont karokfogva jártunk, és mindig mindenhová együtt mentünk. Én ráadásul pantalóban, hogy a sárk ne fogja meg a szoknyám. Én megcsókoltam Sándort ott és amikor szükségét éreztük, hogy jelét adjuk a szerelmünknek. A pillbaszban a fiatalok éjjeleztek hozzá. Tetszett nekik, hogy az erdődi bárkisasszony nem az Alispár négy lovas fiát, hanem a szegény költőt választotta. Szerették volna, ha velük majd ugyanezt történik. Ezért aztán megtettek szinte hercegnének. Pedig dehogy voltam én bárkisasszony. Aki meg házas volt, zavartan bűnödött. Nem fért a fejükbe, hogy írhat valaki verset a tulajdon feleségéhez. Méghozzá szerelmeset. Lámkodott. Konyhában bóklászni, az asszonyi foglalatosságokat őzni sohasem szerette. Szépen otthon ülni, kötni és bőzni, foltozni és rántásokat keverni, kezet tördelve, este a hazatérő félre várni. Nem. Ez nem volt az én világom. Ellenben minden nap volt valami. Ha nem fák értene, hát négy gyűlés. Hogyha egyik sem, színház. De legalább egy végig vitatkozott zséta a Széchenyi ligeten. Aztán minden este sietősen ki a Dunapartra. Várni az esti gőzhajót Bécsből, az ottani újságokkal és hírekkel. Thank you.
fiatal magyar, híja haza! Itt az idő most, vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válaszunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáinkig, szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a part. És mi mégis láncot hordtunk, ide veled régi kardunk, a magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, levossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Akkor sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Bár én is belemehettem volna a pirvaszba, miért is születtem nőnek? Ha férfi volnék, nem kellett volna otthon ülnöm és ölbetett kézzel várnom, hogy mások harcolják ki a szabadságot. Sándor egy óratájban érkezett haza, Jókai és Vasvári társaságával. Jókai olyan izgatott volt, hogy nem is nyúlt az ételhez. Míg mi ebédeltünk, lelkendezve mesélt, hogy a pirvaszban hogyan olvasta fel az asztalon állva a 12 pontot. Utána Sándor szavalt el a nemzeti dal. Ekkora már mind oda gyűltek a vásárosok, s vele együtt zúgták a refrént. Ezután megindultak az orvosi egyetem felé, ahonnan az orvostan hallgatókkal megszaporodva mentek a bölcsészeti és jogi karra. Az ifjúság kiözönlött a termekből. Vállukra emelték Sándort. A tömeggel együtt Landerer nyomdájához vonultak, ahol Petőfi és Irinyi lefoglaltak egy nyomdagépet, és kinyomtatták a szabad sajtó első két termékét, a 12 pontot és a nemzeti dalt. Ebéd után már én is velük tarthattam. Házunk előtt összeverődtek az emberek. Ahogy kiléptük a kapun, harsány éjjelzésbe kezdtek, s fegyelmezetten követtek bennünket. Szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé. Innen a város házára vonultunk. A tanács éppen mi és ezek, mikor odaértünk. Irányi előadta a nép kívánságát, de a főjegyző csak kis módosítással akarta elfogadni a reformokat. Az egyik tanácsnok zárt ülésen kívánta megtárgyalni a pontokat. Mire a nyitott ajtón beözönlött a nép. A polgármester megértette a helyzetet. Hirtelen megragadott egy tollat, és aláírta a 12 pontot. Még a város pecsétjét is ráütötte. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten.
törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereg, közös teherviselés, úrbéri viszonyok megszüntetése, esküdtség, képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti bank. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el tőlük. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió Erdélye. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Ezt követően Budára indultunk a helytartó tanácshoz. Az esőben átnedvesedett a cipő. De ez számított is ez akkor. A helytartó tanács is éppen ülésezett. Az elnökről Zicsi gróf keserny és mosolyal fogadta el a 12 pontot. A fiatalság a cenzorok elmozdítatását és az államfoglyok szabadon bocsátását követelte. Zicsi azonnal kiadta a rendeletet. És a szürkülő márciusi estében a tömeg egy emberként indult Táncsics börtöne felé. Ekkora már a köpenyem is átnedvesedett, én igyekeztem eltitkolni, hogy nagyon fázom, de Sándor mégis hazaküldött, hogy megnyugtassam aggódó édesanyját. Jóval 8 óra felérkezett haza. Lelkesen mesélte Táncsics kiszabadítását. Ruhát váltottam, derekamra a nemzeti színű szalagot kötöttem, fejembe nyomtam vörös sapkámat, és elindultunk a bán-bán dísz előadására. A Nemzeti Színház előtt hatalmas tömeg átcsorgott. Azok, akik már nem jutottak be a nézőtérre. Mikor a sokaság meglátott bennünket, harsány éjjelzéssel köszöntöttek. A jegyzetek is rögtön felismertek minket. Már tessékeltek is a díszpáholyban. A kar elénekelte a szózatot. Utána Egressy szavalta a nemzeti dalt. Ekkor valaki bekiáltotta. Lássuk Táncsicsot! Fél perc múlva az egész zsölye Táncsicsot követelte. A zaj és az űrzavar egyre erősödött. Páholyból tehetetlenül néztük a nekivadó, hordítózó embereket. És egyszerre, mintha a sülyeztőből került volna elő, hirtelen Jókai termett a színpadon. Közölte a népter, hogy Táncsics szabadulása első estéjét családja körében kívánta tölteni. Első szavai még zajba fújtak, de nem sokára előtt találna. Tömeg elcsendesedett. Hamarosan Otto és Biberak szavai csendültek fel a színpadon. Itt volt a szalagcsokor azon a napon, azon a rákövetkező éjszakán, amikor Zoltánka megfogant. Akkor úgy gondoltuk, hogy amit teszünk, az mind bekerül a világtörténelembe. Most meg az életemmel nem gondolok annyit se, amennyit hajdan jobb napjaimban egy szalagcsokor elhelyezésével bajlódtam. Pest 1848. augusztus 28-a. Kedves édesanyám! Csak az Isten mondhatná meg, mennyire kívánkoztam most haza, és így annál nehezebben esik, hogy semmiképp sem engedik ezt körülményeink. Csak abban vigasztalom magamat, hogy ha tavasszal megyünk haza, akkor valami szép ajándékot is vihetünk édes kedves mamáméknak. Kicsit szégyellem kimondani, hogy mit.
kimondom, de csak titokban, hogy új esztendei ajándékul egy kis unokát várhat édesanyám, ha az Isten megsegít. Én úgy hiszem, hogy kedves szüleimnek örömére lesz ez a kisbaba, és így mi is annál nagyobb örömmel várjuk ezt a kis messiást. De addig ne busoljon ám sokat édesanyám, hogy aztán egészségben találhass. Isten áldja meg, kedves jó mamám, számtalanszor csókoljuk kezeit Sándorommal együtt, és maradok szerető leányom, Júlia. Édesapának is kezeit csókolom. Szeptember 30-a. Egy fél nap is mi hosszú idő, ha téged nem láthatnak. Hát, ha ez így lesz egy hónapig, talán kettőig, vagy tovább. Inkább meghalnék ma, mint hogy kiálljam ezt az iszonyú hosszú időt. Mi az, mitől szívem úgy remeg? Mintha valami csapás várna rám. Szüntelenül dolgozom. Első születendő gyermekem kis parányi ruhácskáit varogatom. Milyen gyönyörűség van nem Sándorom mellett. Most olyan szomorúan nézem, mintha szemfelén varnék. Isten őriz. Marosvásárhely, 1849. július 29-e. Kedves édes Úristen! E pillanatban jöttem ide a 6 nap szakadatlan utazás után. Fáradtam. Kezem úgy reszket, alig bírom a tollat. Bennel Berecken találkoztam, megállt a mintaja mellett, és köszöntött meg. Ő oda pillantott, megismert, és kinyújtotta felünk arcot. Én nyakába borultam, és összeöleltük, és csókoltuk egymást. Azt mondtam, hogy neked itt Marosvásárhelyet csinálom szállást, és ide hozzuk. Nekem is ez a fő vágya. Nekem is ez a fő vágya. Ám az oroszok csak 2 mérföldnyire vannak innen. De mihelyt némileg biztos lesz a hely, az lesz az első dolgom, meg lehetsz belőle győződve. Hogyan vagytok, kedves, édes, imádott lelkeim? Ha hallhatnék valamit felőletek, ha valahogy szerítegheted, írj, ha csak egy szócskát is, édes angyalom. Én nem mulasztom el az arra menő alkalmakat. Hogy van, Zoltán fiam? Tanítsd beszélni, hogy meglepjen. Csókolom a lelketeket és szíveteket, milliószor, számtalanszor, imádó férjed, Sándor. Bocsáss meg, édes kicsi fia, hogy apád után mentem bizonyosságot szerezni róla, és így csináltam az egy bizonytalanság helyett 2. Magadra hagytalak téged, élő és eszméli kezdő gyermekemet, hogy egy állat kövessek, vagy legalább egy sírra rámutathassak. Talán egyszer meg fogod érteni, mi hajtotta ezen az őszön azt a sok-sok asszonyt, aki el is indult, vagy legalább gondolatban nekivágott az útnak, eltűnt fia, férje után. Mert hogy könnyebb, 1000-szer könnyebb lett volna megosztani a sírt a halottakkal, mint veletek s értetek tovább élni,
vállalni mindent, ami jött, és még jönni fog. Suttogó híreket, jelöletlen sírokról, várni az üzeneteket valaki által sokat kézből, a leveleket kettős borítékban külföldről. Én, mint helyre fiatal úr, Sándor ruhájában jól rejtőztem a világ szeme és szája elől, és csak egyszer volt nehéz elkerülnöm a testi motozást, amikor ellentmondást találtatok az útlevelem és a ruházatom között. Minden esetre így bejuthattam irodákban Petőfi Sándor ruhájában, ahová ő nem léphetett volna be az azonnali letartóztatás veszélye nélkül. Végigjártottam benne furcsa újrateremtéseként a sorsnak az ő útját. Istenem, tekints le rám, kérlek, add vissza gyermekét tiszta hitemet, hogy még egyszer úgy igazából tudjak imádkozni te hozzá. Akkor még sokáig nem tudtam felfogni végtelen hatalmadat, és csak abban imádtalak, ami teremtményeink közül éppen elénk kerül. Egy fában, egy virágban, egy csillag lefutásában az égről. Aztán megtanultam, hogy te vagy maga a szeretet. Földi helytartód a szerelem, és hogy a mindennapok csöndében is velünk lakozol. Nagy próbákat tettél velünk azóta, Uram. Nekünk te voltál az igazság és a szabadság, minden reményünk és bizodalmunk. Mellettünk az Isten, a magyarok Istene! Mondogattuk, kiáltottuk egymásnak, és ez a nép újra megindult a szurnyoknak és lándzsáknak. Mi, asszonyok, magunk küldtük a férfiakat, hogy tegyék meg, ami tőlük telik, és kísértsék meg azt is, ami azon fölül való. Egyedül a te hatalmadban áll. Minden ható vagy, Uram. S mégis, hogyan hagyhatod, hogy a gonoszok emeljenek földi drónusokat maguknak? Hogy sorsot vessenek az ártatlanok a jók elragott köntösére? Hogyan engedheted, hogy keresztre feszítsék népedet? Miért tűrted, hogy okunk legyen káromlását orzítani az imát? Miért? Miért, Uram Istenem? Én láthattam édes jó anyám, szegény kicsi öcsém, apus és anyus koporsóját. És mégsem mondhatom, hogy ebben az országban engem látogattál meg a legkeményebben. Édes jó Istenem, tégy csodát! Légy egyetlen órára csak nekem mindenható. Ne engedd, hogy a sírok jövőre jel nélkül besüppedjenek a földbe, s ne engedd, hogy újabbak kerüljenek föléjük. Könyörgök, csak egyetlen órára ad vissza a férjemet. Élve, vagy halál számba. Hiszen te vagy a szeretet, akitől jövünk, s akihez majd távozunk, hogy valahol egy távoli csillagon, a mindenségben testvér lelkét megkeres. Mert nem lehet, hogy csak ennyi az élet. Te rendeltél egymásnak minket. Te tetted össze a kezünket. Ne engedd, édes Istenem, hogy mindez örökre véget érjen. Hogy meghalljon ez a szerelem. Hiszen csak 21 éves vagyok. Hallgatsz, Uram. Csodák pedig manapság nincsenek. Néhány nap hordaléka. Felszólítom, hogy tartózkodási engedélyének ügyében folyó 18-án hivatalos órák alatt. Na jó, megyek. Persze.
vagy nap lesz a mai. Dicsőséges, fényességes nap. Petőfi Sándorék utasítják ki Pestről. Jó okuk van rá, hiszen közveszélyes az a nő. Munkakerül. Lejárt az útlevele. Új tartózkodási engedélye nincs. Biztos jövedelmet nem tud igazolni. Itteni időzését elfogadhatóan indokolni nem tudja. Herceg Lichtenstein ő excellenciájának talányos levélkéje. Asszonyom, én holnap után Bécsbe indulok. Ám ne higgye bárki is, hogy Hajnaú tábornagy úr ő excellenciájának visszarendelése és hivatalának felosztatása visszatérést jelent a rebellió előtti idők adminisztratív zűrzavarához. Rotman rendőrfőnök úr a helyén maradt. Holnap délelőtt elvárom válaszával hivatalomban. Pintatos levél. Finom úri modor. De egy szó sincs benne arról az ajánlatról, hogy ez a baltábornagy úr magával vinne Bécsbe. No, ne feleségnek, az már van neki. De egy rebellis magyar költő özvegye, mint szeret? Ez igen. Ez felséges pékla volna. Legalább egy hónapra téma a bécsi szarolok számára. Azt mondani, hogy élnem kell. Kirendelkezett szívem és kezem fölött, ha a férjem halott. Meghaltak, elmenekültek, elbújtak, vagy egyszerűen csak félnek. Mindenki elhagyott. Igen, elhagytál te is. Nem emlékszel, elhatároztuk, hogy együtt fogunk meghalni, még tréfáltunk is, hogy egyikünknek sincs joga megelőzni a másikat. Miért nem vártál meg? Itt van a naplón, ott vannak a verseid bizonyítékul, mindenki láthatja, mindenki olvashatja. Mindenki elhagyott. Lehet ezt elfelejteni? Lehet ennek az emlékében együtt élni? Miért írtad? Hogy merted leírni utoljára is, hogy higgy, remény, szeres a sírig és a síron túl örökre hűséges férjed? Hát akkor hol vagy? Ez a te híres szerelmed? Mit jelentek a vallomásait, hogy én vagyok a feleségek felesége, meg hogy meg se várjuk a halálunkat, elevenen égbe szállunk. Nem te neveztél az Isten remekének? Egy égben ontott képzelet tündérleányának? Miben higgyek most már, hogy Isten után te is elhagytál? Mit reméljek? A halál híred bizonyosságát. Vagy azt, hogy felbukkansz egy éjszakára? És reggel a szomszéd feljelentése ad hóvér. Hazudtál. Becsaptál. Becsaptál. Mit fogsz hallani arról, fiam, hogy ki volt az apád és ki volt az anyád? Szendrei nagyapád felelel majd, ebben bizonyos lehetsz. És elmondja majd neked naponta nagy monológiai egyikét. Lehet, hogy ez a Petőfi nagy költő. Ehhez én nem értek. Azt viszont tudom, hogy a világ legnagyobb komédiása, aki most éppen eltűnési színjátékban jeleskedik. Fia és a felesége miatt nyugodtan alszik. Őket eltartja majd a jó öreg, bolond Szendrei. Naponta, igen, naponta fogod ezt hallani, addig, amíg meg nem gyűlölöd azt a nevet, amit viselsz. A másik mese rólam szól.
Milyen volt szegény? Hiszékeny és ostoba. Pedig nem ilyenek neveltük szegény nagyanyáját, de ő elfelejtett minket is és mindent, amikor a kóbor költőben mézes lázos szavait hallgatta. Téged, látod, itt hagyott nálam. Ő meg felment Pestre, az Isten tudja miért. Pedig itt minden emel. Nem lesz könnyű neked, fiam. Az emberek minden lépésedet figyelni fogják. Petőfi Zoltán, a nemzet árvája, semmi olyat nem tehet majd, ami a megelégedésüket szolgálja. A hatalom is hozzáteszi a magáit. Na, nem fognak feltűnően zaklatni. Akkor már más idők lesznek. Nem fognak minden évben, március 15-én egy napra begyűjteni az új épületbe. Nem. Csak azt veszed észre, hogy elfogy körülötted a levegő. Minden fontos percetben eltűnnek a barátaid. És magad nem maradsz. Magadra maradsz te is. Kell maradnia valakinek, aki tudja rólunk az igazságot, és aki el is tudja mondani. Élni akarok, mert élnem kell. Szerelmünk is. Ez az életösztön viszont az első tudatosan téves döntésemhez. Thank you.